A tíz filatronájából olvasunk, hatodik kötet, 16-os rész. Mondják a héber oldalszámot. Tehát 1989-es oldalról olvasnak. Kaptévőn keresztül lehet kérdezni, és a megfelelő kérdések lesznek sokan az életeké során. Tehát 10 fira tanulmánya, hatodik kötet, 16-os fejezet, még egyszer az oldalszám. A Bia három világa. Tehát a 178-as pontban vannak, és Ari szavait olvassák. Tehát nekünk azt is tudnunk kell, hogy a lényeg ketté van osztva, és minden rész ezen belül sok részre van felosztva. És ez ugyanezt történik az edzékhez tartozó edényeket. A dolog lényeg az, hogy a belső fény öt állapotra oszlik, a Naranhaj állapotaira, a külső fény pedig ketté oszlik, amely a Yehida és a Haya, és ez ugyanígy van az edények felosztásával is. 187-es megint. Tehát azt is tudnunk kell, hogy az acmut, a lényeg, az ketté van osztva, és minden részben nagyon sok részre oszlik fel, és ez így van az edényekkel is. És a dolognak a lényeg, hogy a belső fény az öt állapotra oszlik, a Naranhaj öt állapotára, és a külső fény pedig ketté van osztva, Yehidára és Hajára, és ez így van az ezekhez tartozó edényekkel is. Kufpei, 180-as pont, Ari szavai. A dolognak a lényege, hogy a belső edények három részre vannak osztva. Az első rész, a belső fény nefes része, a második része, a ruach a belső fényben, a harmadik, a neshama a belső fény ráöltözésében. Azonban ez a belső hajesehida számára nincsenek már belső edények, még egyszer. Tehát a dolognak a lényege, hogy a belső edényekben három felosztás van. Az első, amelyben a belső fény nefes magasságig öltözik fel. A második, amikor a belső fény ruach magasságig öltözik be. A harmadik, amikor a belső fény neshama magasságig öltözik be. Azonban a belső haja és sehida fényeknek nincsen belső edénye. Ugye ez az a külső edényeké váltó. Tehát megszerző edényeké. Tehát minden egyes edény az gágátvenelem és ápra van felosztva, mondja. És nyilván a megszerzési edényeknek a pontos vizsgálata még hiányzik, azokat nem tudjuk felosztani, mert a korrekció végén jelik meg. Tehát a megszerzési edényeket kizárólag azon a módon használjuk, hogy az Ahab Dália, a felső Ahab ráereszkedik az alsó gágatenaimre, és akkor az adakozó edényekkel összekapcsoljuk őket. Ezen a módon van tulajdonképpen a korrekció. Következő pont. 181. Az oka annak, hogy három edény van a Bia három világának megfelelően, ezek önmagunkban a Naran fényt őrzik, azonban a Haj és a Jeida a hozzájuk tartozó módon, ami az Acihoz tartozna, azoknak nincs edénye, mivel nincs klipa sem, tehát ismert, hogy on top of the kelim. A klipa csak az edények fölött jelent meg, még egyszer. És az oka annak, hogy a három edénynek megfeleltető a három világ a Biának, amely a bennük lévő Naramnál kapcsolatban összeállása, és a Yehida, melyek az Acihoz kapcsolódnak, ezeknek nincs belső edénye, miután nincsen klipájuk sem. És ismert, hogy a klipa csak az edény felett lehetséges. 182-es pont. És a külsőség az edényeknek is fel van osztva három részre. Ezek az Ibur, Janika és Mohin állapotok, tehát a magzati, a csecsopó és a felnőtt. Az igazság az, hogy ezeknek a külsőségekben valójában csak két rész működhet. Ez a két belső fénynek megfelelő felosztás. Azonban mégis három állapot jelenik meg az Ibornék a Mohinban, és ezek csak külsőségben jelennek meg,
és nem a belsőségben. Tehát még ez 182-es. És a külsős edénynek is a felosztása három részre lehetne megosztható, amelyek az iborianika és mohin állapotok, tehát a magzati cseszlopos felületi állapotok, és a külsőségnek valóban mégiscsak két része van, a két belső fénynek megfelelő módon. Azonban máshol pedig pontosan az van leírva, hogy a három állapot, az iborianika mohim, az csak a külsőségben jelenik meg, és másképp is van felosztva, mint a belsőségben. Rav. Hát ez az, ahogy itt írnak, mondja Rav. Tehát meg kell, hogy értsük, hogy nagyon sok dolog van. Tehát a Chaim Vital, aki Ari szavait leírta, ő is így írta le ezt. Tehát nyilvánvalóan itt a tanulásból értenünk, hogy mi történik. Nagyon sok oka van mindennek a spiritualitásban, mivel a rendszer integrált. Tehát ezért egy nézetből látnunk, hogy mi történik. Tehát az iborianika mohin, ugye az a megtermékenyülés, a szopás és a felnőttség. Itt más az intellektus. Akkor egyet, ahogy beszéltünk erről, van iborianika és mohin. Ha engem kérdeztek, ez egyáltalán nem egyszerű. Persze mondhatnánk, hogy igen. Hiszen az edény nem teljes, szüksége van valamire. Tehát a belső edényekben, ugye nincs más ráöltözés, ugye itt a mohácamot gidin edények vannak, ezek a belső edények, és a baszár és a or, tehát a hús és a bőr, a mohában, tehát ezek a külső edényekben, vagy beszélve nincsen külső edény, tehát ilyen állapotokban nyilvánul meg ezek a vágyak, tehát vannak dolgok, mondja rá, amiket axiomaként kell elfogadni. Nem a mi szintünkön, hanem általános szinteken is így van ez. Nem kell gondolni, hogy miért van így, el kell fogadni, mondja rá. Mert Ari szintjén a törvények sokkal univerzálisabb, mint a mi szintünkön. Tehát, hogy a kezdők hogy tudják ezt megragadni, ez egy nagy kérdés. De annak megfelelően, amit mi tanulunk, valójában mindenki még nincs meg az aktív kutatási erőnk ehhez, hogy olyan fajta körülbelül fényt vagyunk magunkra észre tudjuk tenni. De mikor a fény ráöltözik az edényre, mondja, akkor kezdődik a belső nyomozás, és akkor bukanak föl az ezzel kapcsolatos kérdések az emberben. Még egyszer a kérdésre láthatjuk, hogy Rabas állandóan kommentált ezeket, és aztán volt, hogy később azt írta, hogy az előző komment nem volt igaz, aztán azt írta, hogy nem, mind a két kommentem hamis. Tehát nyilvánvalóan az azt jelentette, hogy volt, ami az előző véleményét törölte. Tehát ez a tudósnak, tudós módjára vizsgálta ezt a rendszert, és nyilván az a mi edényünk az a jelenségre megfelelően fogja föltárni ezt, ami megjelenik az edényünkben, ez a jelenség maga. És hogyha ti azt kérdezitek, hogy semmi más nem akartok látni, mint az igazságot, a korrekció végén, akkor nyilvánvalóan egy ilyenfajta a jelens kapcsolatnak is kell megjelenni, ami még nem létezik köztünk. Tehát nem lehet elveszteni az előző szintet, tehát minden szintnek megvan a maga magasztosság, amit föl kell fedezni ebben a világban. Ahogy generáció-generációra haladunk, minden helynek megvan a maga törvényszerűsége, és a viszonya a következő oldal. Na, menjünk tovább. 182-es, minden igaz. Igen, 182-es belső fény. Orpnimi, 182-es pont. Ugye az orpnimi, a belső fény mindig egy magyarázat az adott pontra. Tehát magyarázat. Az igazság az, hogy a... Várj, mondja rá. 180.
Hol vagyunk? 182. Ari szavait először. Tehát még egyszer, 182-es pont, Ari szavai. Nyilvánvalóan a külsősége az edénynek három része van felosztva, melyek az Ibur, Janika és Mohin, ugye a magzati csehszopó és a felvetápolat, és az igazság az, hogy nem lehetne a külsőségnek csak két része, megfelelő módon a két jelölő fénynek, azonban máshol pontosan az van írva, hogy a három állapot az Ibur, Janika és Mohin, az a külsőségen is megjelenik, úgy, ahogy ez a belsőségben megjelent. Belső fény, 182-es pont. Az igazság az, hogy nem lehetne a külsőségben csak két felosztás, a két körülő fénynek megfelelően, azonban máshol pontosan az van leírva, hogy a három állapot, az Ibur, Janika, Mohin állapotok, a csak a külsőségen is úgy van megnyilvánulva, mint a belsőségen, azaz. A szeparációnak az útja a Parcuf Gufjában, az a Malkut emelkedésének megfelelően történik a Bínához, és a Kahab edények megmaradnak a Gufban, és a Zon részek az edényben pedig hiányoznak, a Haja és a Jehida fények is hiányoznak, és ha így van, akkor ezek az edények, ezeknek kétfajta külön fényt kell megszerezniük, de azonban ez mégsem így van, hanem sokkal inkább ők három belső fényt szerezne meg a két külső helyet, melyeket Ibur, Janika, a Mohinnak tekintünk, melyek Vak, a Mohin de Vak, és a külön fények, a és a Jehida fények, azokban egyikünkben sem nyilvánulnak meg, csak egy távoli ragyogásként, ahogy ezt az előző pontban letisztáztuk. Mit jelent ez, mondja a fény? Ezek külső edények, tehát a Zerampin és a Malkut, amelyek tulajdonképpen a belső fényekből kapnak kitöltéseket, és nem a hozzájuk tartozó kívülre szorult fényekből. Tehát azok a fények, amelyek hozzájuk tartoznának, a Haja és a Jehida, azok körülbelül maradnak és kiszorulnak a rendszerből. Tehát nem fognak az edényen belül ragyogni. Ez világos, mondja, mert ezek az edények képtelenek belépni a küsödénybe. Azonban már egyszer leírtuk, hogy az onnak a két állapota le van választva a belső edényekről. Az első állapot a zonderos, tehát a rosnak a zonja, Zerampin és Malkutja. Ezek ugyanis a hajaid a körülelő edényévé válnak, melyet úgy fogjuk hívni, hogy körülelő körök és körülelő és a vonalakat körülelő fények. Ez az a zón, amik le vannak választva a gufnak az edényeiről, a testedényeiről, és ezek körülelő edényeké válhatnak, miután az edény a köröknek és a egyeneseknek való körülelő fénye, csak is a gárderos a guf nélkül, és ezek valóban külső edények állapotát veszik fel, hiszen semmi nincs bennük a körülelő fényből, csak egy távoli ragyogás. A legnagyobb fényük pedig a belső fényekből származik, mert Ibur, Janika, a mai állapotban teszi őket, és erre emlékezünk. Olvasd el még egyszer. 182-es Orpnevi. És az igazság az, hogy nem lehetne a külsőségben csak két felosztás, a két körülő fénynek megfelelően. Máshol azonban pontosan az van leírva, hogy három állapot, az Ibur, Janika, a Mohin jelenik meg a külső edényeken is. Na de hogy lehet az, mondja rá, hogy az egyik a másikkal ilyen mondják meg? Ibur, Janika, a Mohin, ezek az edényeket írják le, az edény ilyen módon növekszik, a körülelő fény pedig, a és a Jehida, az pedig fényekhez tartozik, amik nem öltöznek az edényre. Mi a kapcsolat a rá nem öltözött fények és az edények növekedése között? Tehát az edények Ibur, Janika, a Mohinban jelennek meg, megtermékenyülés, sejtszopó állapot és felett állapot. Ugyanakkor most a Jehida meg a többi rájött, hogy nem öltözik, egy másik kérdés. Tovább olvasni.
Tehát a gyökere ezeknek a külső edénynek a leválása a parcufról, az azért történik, mert a malkut felemelkedik a mina helyére, és csak a káv edények maradnak meg a gufban, és a zon részei az edénynek hiányzik vannak, és ezért a helyes a jahid a fények is, és ez így van, akkor ezek az edények két, a két körülő fényt kéne, hogy megkapjának, azonban ez nem így van, Ari szerint, hanem sokkal inkább ők a három belső fénynek a derengését kapják meg, melyet Ibor és Enika és Smohin állapotának nevezünk, melyek Vak, Mohin de Vak, de a Ormakif a körülő fény a jelenségeid a tekintetében egyik külső edénybe se lép be, csak távoli ragyogásként világítja meg őket, úgy érzi előző pontban, hogy letisztázzuk azonban. Már leírtuk azonnak két valódi állapota van, melyek le vannak válaszolva a belső edényekről. Az első a zonderos, tehát a rosna a fejnek a zonja, és ezek majd körelő edényekké válnak a helyes a fények számára is, melyeket a köröknek és körülő vonalaknak nevezük, és a zon, amely le van választva a guf edények. Ezek pedig nem tudnak körülő edényekké válni, mivel ezek csak is a gárdarosban tudnak, és nem a gufban ilyenné válni, és ezért ezek a külső edényeknek nincs semmi, amivel a körülő fényeket képelnének megragadni, csak egy távol ragyogásként érzékelik ezt, és a legfontosabb ragyogás a belső fény, melyet Ibor, Janikának és Moin állapotnak nevezünk, és emlékezünk erre. Na, menjünk tovább, és meglátjuk, mi lesz itt. Ari szavai. Valóban. Mi az, ami írva van innentől kezdve? Ennek két magyarázata van. Egy. Mondva volt, hogy a kelim hat állapota, amely a három belső edény és a három külső állapot az edényekben. It is possible that they're one-to-one. Ez lehetséges, egy az egyes megfelelés vannak egymással. Az az, hogy azt mondhatnánk, hogy kívül egyetlen külső edény van, és egy belső ezen belül, és mind a kettő az Ibor állapotban van, és akkor egyetlen edényt képeznek ezek, melynek van belsőség és külsősége, és ezek a Janika állapotok, majd pedig van egy harmadik edény, mely a külsőség és belsősége tartalmaz szintén, belül, a belsőségen belül van a külső edény, amely nefes fényt tartalmaz lényegében, és a belső edényen belül van egy második edény, amely ruha lényegiséget hordoz, és a harmadik legbelsőbb edényben pedig a Neshama a lényegisége ennek az edénynek. Még egyszer, 183-as. Tehát valóban, ami marad nekünk, az, ami írva van, innentől kezdve elmagyarázzuk, Rav, fiúk, magyar. Még többet kéne érnünk a tanulással, tehát figyelni kéne a kapcsolatra, a fényre való elvárásra, mert ezen belül fogjátok megérteni, mire vagy leíva. Tehát még egyszer. Tehát valóban, ami marad, hogy elmagyarázzuk innentől kezdve azt, ami történik, és ennek két magyarázata van. Az első, ahol mondva van, hogy hat állapotú edény van, amely három belső és három külső állapot halmazó edény. És ezek egy az egyben megfeleltetők egymásnak, azaz azt mondhatjuk, hogy kívül egyetlen külső edény van, és egy belső edény van azon belül, és mind a kettőjük Ibor állapotban, magzati állapotban van, és így egy edényről beszélünk, és van a külsőség és a belsőség, amelyek ugyanígy egymásban vannak olvadva, és Janika állapotban vannak, és van egy harmadik edény, melynek van külsőség és belsősége, és a külső edényen belül a nefes fény a lényegiség, és a második edénynek a belsőségében a ruach a lényegiség, és
és a harmadik edényen belül pedig a legbelsőn a nesama, a lényegiség. Tehát ilyen minőséget hordoz magával a belső edény. De ők ketten együtt Iburjánk a Mohinában vannak. A második magyarázat ezzel szemben, ahol azt mondjuk, hogy van három külső edény, egyik a másikban, és ezen belül minden egyes külső edényben, a három külsőségen belül van három új másik edény, amelyben beöltözik a belsőség, és ilyen módon ez a három belső edény az a Narán Acmutóval öltözik be. Ez a két magyarázat van. Rav. There's a vessel and then the tehát vessel closes in it. Van egy edény, ráöltözik egy másik edény, és ilyen módon teljesítik, vagy először van a belső edény, majd a külső edény, és akkor a köztük lévő fényekben van a szeparáció. De nyilvánvalóan akkor itt egy csomó problémát kapunk. Még egyszer, számít számos. A második magyarázat pedig, hogy mondva volt, hogy három külső, mondani lehet, hogy három külső edény van, egyik a másikban. Tehát három külső, és minden egyes külső edényben egy belső edény van, amelyre ráöltözik a belsőség, és akkor ez a három belső edény, a Narandátmut beöltözése, és ezek adják a teljes magyarázatot. Tehát, Rav, vannak külső edények, amelyek magukba foglalják a belső edényeket. Tehát minden külső edényen belül van egy belső edény, és azon belül pedig a fény. Tehát itt Ari szavaiból többet nem tud elmagyarázni Bála Szolám, nem is akart, nem adott hozzá semmit. 185-ös pont. És minden egyes világban, az Avián belül, van belsőség és külsőség, és a Hitzanot, a külsőség, az a világ maga, melyet a palotáknak és csarnokoknak nevezzük, melyek az ember országa, folyói, füvei, stb. És a belső edények pedig az emberek ezen belül, melyek a világokon belül élnek. Így fültes állapotokról beszélek, a fény és az egyik kapcsolatában. Tehát ne próbálj meg itt fákat elképzelni, meg ilyesmiket, mondja Rav. Tehát még egyszer, 180-as pont, és minden egyes világban, az Abia világán belül külsőség van és belsőség. A külsőség az a világ maga, melyet palotáknak, csarnokon nevezünk, memboltnak, folyóknak, tengernek, fáknak, fűnek, stb. A külsőség pedig emberek, bocsánat, a belsőség pedig emberek, akik a világon belül élnek. Fantasztikus dolgokról beszélünk ám. 186-os pont. Tehát a palotákon és a mennyboltokon túl, és még az angyalokon maguk is túl, ezeket mind külsőséggel nevezzük, amelyet világnak tekintünk önmagában, amelyek valóban rendelkeznek belsőséggel, 10 szférával, mely a Narán fényét adott világnak. Az Asziában is van nefes, és a Jecirában is van minimális, amit ruhaknak nevezünk, és így tovább. Még egyszer ez? 126-os pont, és akkor a palotákon és a mennyboltokon túl, de még az angyalokon túl is, minden a külső név alapján elnevezve. Még egyszer mondja, de itt mind az edényről szól ám ez, tehát különböző edények, különböző nevekkel vannak illetve. Mely a világ, ez a világ maga mindenek előtt, amely egy belsőséget hordoz, és ebben 10 szféra van, a narancsfény az adott világnak. Ha ez az Asszia, akkor Nafsinak nevezünk, hogyha Jecira, az Ruhin, és így tovább. A virában pedig Nesamotnak, Nesatinnak nevezük, lelkeknek.
és until this asterisk, we discussed the internal and external. Nyilvánvalóan, amikor belsőkről és külsőkről osztottuk, itt pedig Ari azt mondja, elkezdi elmagyarázni nekünk sokkal részletesebben, hogy mit jelent a külső, mit a belső. Tehát még egyszer, tehát hogyan osztja föl Gálgátára, Ahábra, hogyan tudjuk ezeket megvizsgálni, stb. A korrekció pedig fokozatosan történik meg, tehát először mi az adakozás eredményét fogjuk korrigálni, mert ezt egyszerűbbek, mert nyilvánvalóan azokon nincs az adakozás megszorítva, utána pedig a megszorítás adakozás érdekében túl kell lépnünk ezeken a belső megszorításokon. Az adakozás érdekében pontosan azt jelenti, hogy nem tudjuk egyetlen edényt sem használni azon a módon, ahogy kellene, mert hiszen csak a Gálgátájnáimnak megfelelő mértékben. Tehát ilyen módon a hitkerült az összeolvadás az Ápis a Gálgátájnáim között rengeteg formát eredményez a teremtmények számában, a teljes teremtés tekintetében. Csak mi, mivel azonban mindennel össze van olvadva, különböző formátban fog ez a kölcsönkapcsolat megnyilvánulni. Egyébként mindenre teljesen egyszerű lenne. Tehát itt nincs 11 fíram és a 9. 186-os pont, belső fény. Magyarázat. Tehát a kékhalatok és a rakimok, a paloták és a mennyországok, de még az angyalok önmaguk is, ezeket mind a külsőségeik, külső nevek alapján vannak elnevezve. És itt mondva van, hogy a mennyek azok külsőséget jelentenek, és a, nem tudom melyik pontban, pedig azt mondja Ari, tehát, hogy a külsőség, a világ maga, melyek a mennyországa, paloták, stb., azonban az életfájában elmagyarázza, hogy ezek a mennyek, ezek valójában az Aszia köreiben nyilvánulnak meg, csak, és azt is elmondja, hogy ez a föld, az az Aszia edénye maga, a belső vonalakhoz tartozó fény tekintetében, és akkor a mennyek körelése felülről megtörténik, amely a körülő fény állapota az Aszián belül, amelyen keresztül a más mennyeknek a ragyogása a körökön belül az Asziában érzékeltek. Ezért ezáltal elmagyaráztuk, hogy a raklémök, a mennyek azok nem külső edények, hanem sokkal inkább a körülő köröknek és a körülő vonalaknak a sugárzása, és itt nincs semmi zavaró, mert valójában ezek külső edények maradnak, és nem is tekintetők másnak, mint körülő edényeknek, mivel a külső edények valóban mindig úgy tekintetők, mint körülő edények, mivel a parcufok nem érik el a haját és a jehida fényeket, azelőtt, mielőtt a külső edények vissza nem térnének a parcufhoz teljes egészében, és nem válnak újra belső edényekké, és ebből a nézőpontból ezek a helyesei lesznek majd a körülő edények. Ezenről Ari azt mondja, hogy a mennyek az összes megnyilvása az Asziában nyilvánul meg, ahol a köröknek a körülő fényei ragyognak az Aszián, és a legfontosabb fény pedig az a Ruha Nefes fénye, amelyet ők a belső fényekként fognak érzékelni. Ehhez hasonlóan vannak edények, amelyek valóban nem igazi körülő edények a körökben, mivel a körülő fény kizárólag a gár edények szempontjából értelmezhető, az a zon, amely le van választva 10 szírával a rossról, azonban azok a mennyek és paloták, a raklimok és a héhálotok, melyeket külső edényeknek nevezünk, ezek a zon állapotából le vannak választva 10 szférával, tehát a gufból kilépnek, és ezért ezek alkalmatlanak körülőedényeként, valódi körülőedényeként funkcionálni, hiszen nem tudjuk ráöltözni a valódi körülő fények, ezért ezek a körökből és a vonalakból kapnak ragyogást távolról, és emlékezzünk erre. Most pedig menjünk át.